A Magyar Kanizsai Vajdasági Képzőművészeti Kör 5 község mindegy 12 településéről majdnem 100 alkotó munkáját tudta elhozni a hagyományos tárlatra. Hát ha azt mondhatom, hogy nagyon boldog vagyok, remélem, hogy abban minden benne van. Mert ez eddig a legnagyobb kiállítás, és mindenki, aki jelentkezett, hogy szeretne kiállítani a munkájait, azt elfogadtunk. A kiállítás megnyitott színes művelődési műsor gazdagította. A hölgyek képzőművészeti alkotásait Kerekes Sándor szabadkai festő méltatta. Többen az ő csoportjából is kiállítottak, közöttük Magyari Éva is, aki magyar kanizsáról származott el Szabadkára. A tárlaton a Főnix madár című képével szerepelt. Ez voltaképpen arról szól, amikor nagy bajban, bánatban vagyunk, akkor a Főnix-től is példát vehetünk, tehát lentről várjuk a segítséget, ugyanakkor föntről, az égből. A kiállításon nem csak festményekben, hanem szebbnél szebb kézi munkákban és virágkompozíciókban is gyönyörködhettek a megjelentek. Szurap Ágnes, a Magyar Kanizsai Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesület kézi munka szakosztályának elnökének megítélése szerint a kiállított munkák mind gyönyörűek, ő maga viszont a hagyományos kézi munkázás híve. Én nekem azért legszebbek az ilyen hagyományos kézi munkák, ugye azt generációk folyamán kristályosodtak ki a motivumok is, az összeállítás is, színösszeállítás minden, szóval én nekem azért legszebbek a hagyományos kézimunkák. A nők tárlatának alkotásait az érdeklődők március 12-ig tekinthetik meg a Magyar Kanizsai Dobó Tiha mérképtárban.